Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, kedves nézők, a következő percekben a Monitort, a Kölcsei Televízió pályázatfigyelő műsorát látják. Mindenek előtt nézzünk bele a mai tartalom ismertetőbe. Kevesen tudják, hogy vannak olyan pályázati lehetőségek, amelyek közvetlenül Brüsszelből kerülnek kiírásra, és ide is kell benyújtani azokat. Ennek részleteiről kérdezzük a szakembert. Február végéig meghosszabbították a telephelybővítésre vonatkozó pályázatok határidejét. Több pályázat is tartalmaz úgynevezett de minimis támogatási részt. Mit kell tudnunk erről a kis összegű támogatási résznek a felhasználási lehetőségeiről? Elsősorban költségvetési szervek és intézmények juthatnak forráshoz energetikai korszerűsítésekre egy pályázat révén. A konstrukcióval akár 100%-os támogatást tudnak elérni. Komplex technológiai fejlesztésre adhatnak be pályázatot február végéig mikro, kis és közepes vállalkozások. A támogatási összeg ebben a konstrukcióban akár 150 millió forint is lehet. Kevesen tudják, hogy vannak olyan pályázati lehetőségek, amelyeket Brüsszelből közvetlenül írnak ki, és közvetlenül ide kell beadni ezeket a pályázatokat. Ennek részleteiről kérdeztük a szakembert. Kevesebb szó esett még ezekben a műsorokban azokról a pályázati lehetőségekről, amelyek közvetlenül Brüsszelből igényelhetők. Mit kell tudnunk ezekről, milyen jellegű pályázatok vannak, amelyeket így ilyen formán lehet igénybe venni? Általában, hogyha az embert érdeklik a brüsszeli beadású pályázatok, akkor mindig érdemes megnézni az adott régiónak a fejlesztési ügynökség honlapját, hiszen ezeken a honlapokon nem csak a hazai beadású NFÜ-s pályázatokról lehet tájékozódni, hanem itt Brüsszelből jelentjük, vagy más hasonló nevek, főcímek alatt meg lehet tekinteni azokat a pályázati kiírásokat is, amelyeket nem Budapest, hanem Brüsszel felé központilag lehet benyújtani. Jelen pillanatban egy nagyon aktuális kérdés ez most, hiszen nemrég jelent meg az Intelligens Energia Európa programnak a 2013-ra vonatkozó kiírása. Úgy látszik, hogy most ezek a hetek, hónapok a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság jegyében telnek, hiszen az Intelligens Energia Európa program is kifejezetten ezt a célterületet érinti. 2013. május 8-áig lehet főszabály szerint ezeket a pályázatokat majd beadni. Magyar konzorciumi partnerek is részt vehetnek ezekben a pályázatokban. Azt kell tudni erről a brüsszeli beadású közvetlen pályázatról, hogy mivel a célja az Európai Unión belüli jó gyakorlatok, tudás, átadása, átvétele, illetve az egymástól való tanulásnak az ösztönzése, ezért jobbára elvárás a pályázatoknak a nemzetközi konzorciumban való benyújtása. Tehát, hogyha valakit érdekel ez a program, ez a lehetőség, akkor vagy a saját tevékenységi területén belül, vagy akár a központi honlapon keresztül partnerek vagy lehetséges partnerek után kutatva, legalább 3 főből álló konzorcium tagjaként beadhatja a pályázatát. Úgy tudom egyébként, hogy Magyarországból nagyon kevés ilyen pályázat érkezik be. Ennek mi lehet az oka? Nem tudnak róla még a pályázók, vagy a pályázatban résztvevők, hogy létezik egyfajta ilyen közvetlen pályázati út is? Az egyik az az, hogy ezek nyilvánvalóan kevésbé egyértelműen megtalálható és kevésbé felkutatható pályázatok. Másrészt viszont azért a komplexitást is figyelembe kell venni. Tehát azt alapvetően nem lehet mondani, hogy nem szoktak brüsszeli központi pályázatokat beadni, sőt, nagyon sok civil szervezet, vagy ilyen témában dolgozó egyesület már dolgozik együtt nemzetközi partnerekkel. Főként a közigazgatási szférában azért ez jellemző, hogy olyan hivatalok, akik vagy olyan non-profit szervezetek, akik témájuknak tekintik, akár ebben az esetben a megújuló energiaforrás használatot, a fenntartható tevékenységeket. Ők azért már a hosszú működés során kijártak maguknak egyfajta együttműködési ösvényt, és ezért szoktak is pályázni, de valóban igaz az, hogy nem annyira szem előtt lévő lehetőség. Ez kell hozzá egy nagyfokú bátorság. Ezek nagyon nagy projektek, tudnak lenni, nagyon jó projektek, tehát nagyon szabad kezet adnak a pályázónak abban a tekintetben, hogy eldönthesse, hogy mit csinál. Ugyanakkor tényleg 5-10 tevékenységcsomagból álló projektek, sok nemzetközi oda-vissza utazgatással, partner találkozókkal járnak,
és ezért ez egy nagy levegővétel. Tehát nem is véletlen, ugye még a magyar projekteknél általában a megvalósítási időt, azt olyan egy év, két év, két év az már hosszúnak számít, két évre szokták meghúzni. Egy ilyen intelligens energiaprojekt például 36 hónap körüli. A pályázat feltételeiben van-e valamilyen másság az egyéb pályázatokhoz képest, vagy hasonlóan működnek ezek a pályázatok? Nagyon hasonlóan működik a hazai pályázatokhoz. Ugye ez, amiről most beszélünk, az Intelligens Energia Európa projekt, is gyakorlatilag céltevékenységekre fókuszál, két pillért különböztet meg. Az egyik pillér az egy ilyen aktív pillér, hogy úgy nevezzük, tehát itt az energia hatékonyság növekedés, az energia takarékosság és a megújuló energiaforrások használatának a bővítése a cél. Ez lehet akár az építőipari szektorban, lehet akár a közlekedési szektorban, viszont ehhez társul egy úgynevezett kettes pillér, vagy megvalósítási pillér, ahol az ilyen jellegű törekvéseknek a szakmai, jogszabályi hátterének a biztosítása kell, hogy legyen a cél. Ez nyilvánvalóan elsősorban ugye a közszféra számára szól, hiszen a hazai rendeleteket, jogszabályokat, normákat igazítani kell, vagy módosítani lehet annak megfelelően, hogy minél tágabb teret és minél jobb lehetőségeket biztosítsanak a környezettudatos, illetve megújuló energiaforrásokra irányuló projektek számára. És a másik pillér pedig nyilvánvalóan egyfajta ilyen promóciós jellegű pillér, ami tartalmaz befektetés ösztönzést is. Tehát vannak az aktív szereplők, akik ilyen irányú projekteket fognak megvalósítani, és tudják, hogy mit szeretnének, illetve van egyfajta ilyen háttérbiztosításra, ismeretnövelésre, jogszabályi környezetformálásra irányuló cél is. Ugyanúgy, mint ahogy a hazai pályázatokban is általában, itt is nem természetes személyeket, hanem jogi személyiséggel rendelkező társaságokat várnak. Itt a jogi személyiségű társaságok között ugyanúgy benne van egy non-profit civil szervezet, mint ahogy benne van egy közigazgatási szerv, vagy egy for-profit vállalkozás. Annyi az elvárás, hogy profit ezekből a pályázatokból nem keletkezhet. Beszéljünk egy kicsit akkor most már számokról, illetve összegekről, mert nyilván a pályázókat ez is érinti. Említette, hogy ezek időtartamukban is nagyobb projektek. Ez azt jelenti, hogy a források is nagyobbak, és mondjuk önerőt milyen mértékben kell ezekhez biztosítani. A pályázatoknál, ugye most, amiről beszélünk, ez a 2013-as évi kiírás. Jelenleg az elképzelések szerint nagyjából egy olyan 55-60 ilyen nemzetközi nagy projektnek a finanszírozására lesz elég, és hogyha hozzáadjuk azt, hogy 67 millió euró összeg áll rendelkezésre, akkor nagyjából lehet látni, hogy mekkorára lőttek be egy-egy projektet, tehát olyan 1 millió euró környékére, de ennél lehet kisebb, tehát a minimális igényelhető támogatás összege, vagy a minimális projektköltségvetés az 400 ezer euró. Nyilvánvalóan feltételezték, hogy ennél nagyobb összegeket fognak kérni a pályázók. Ami szintén nagyon szerencsés, és ez főként a for-profit társaságok számára lesz majd valószínűleg érdekes, gondoljunk itt egy közlekedési társaságra, vagy akár egy energiatermeléssel foglalkozó, de for-profit alapon működő társaságra, ők ugyanis 75%-os intenzitást, illetve mindenki, de ők is 75%-os támogatást kapnak, ami ugye magasabb, mint a hazai EU-s pályázatokban általában rájuk vonatkozó támogatási intenzitás, úgyhogy ezekkel a számokkal lehet kalkulálni. Ha most beadják május 8-áig a pályázatot, akkor várhatóan 2014 elején történik a támogatási szerződéskötés, tehát jövőre induló projektekkel már lehet számolni. Elmúlt összeállításunkban már bemutattuk azt a pályázati konstrukciót, amelyet a telephely fejlesztésre írtak ki. Nos, ezt a pályázati határidőt meghosszabbították, úgyhogy érdemes felidézni az ott hallottakat.
A termelő és szolgáltató vállalkozások, mikrokis és középvállalkozások számára újra elérhetővé vált a telephelyfejlesztés lehetősége, mert 2012. október 29-től újra beadható a telephelyfejlesztés célzó pályázat. Ez az észak-alföldi régióban az EAOP kötőjel 111/D kötőjel 12-es kódszámot viseli. Az önállóan támogatható tevékenységek körébe tartozik az termelői szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó új épület építése, valamint a már meglevő épületek felújítása, korszerűsítése, bővítése, átalakítása. Az önállóan nem támogatható, de választható tevékenységek körébe tartozik. Ezek azok a tevékenységek, amik az előző kettő célterülethez szorosan kapcsolódnak, és a következők lehetnek: alapinfrastruktúra fejlesztése, kiépítése, helyreállítása, bővítése, amennyiben a vállalkozás számára vagy a vállalkozás életében akadály az alapinfrastruktúra hiánya vagy nem megfelelő minősége. Ezen kívül az eszközbeszerzés, az eszközleasing és a projekt előkészítésének a költségei. A projekt költségvetésén belül különböző határok vannak meghatározva, mint például, hogy a projekt előkészítés költsége az összes elszámolható költség maximum 5%-át teheti ki, míg az eszközbeszerzés az a 30%-át, és az alapinfrastruktúrális beruházás az pedig a 40%-át teheti ki az összes elszámolható költségnek. Kötelezően megvalósítandó elem a nyilvánosság biztosítása és a projektszintű könyvvizsgálat. Kötelező vállalás pedig a minimum egy fő felvétele, tehát az új munkahely teremtés. Nem támogatható tevékenységek körébe tartozik a kereskedelmi, a mezőgazdasági, a logisztikai, a pénzügyi szolgáltatói tevékenységek fejlesztése, továbbá a turisztikai, a szálláshely fejlesztése és a vendéglátóipari tevékenységeknek a fejlesztése. A támogatási összeg az minimum 10 millió forint és maximum 100 millió forint lehet. A támogatási intenzitás az eltérő, körülbelül 50-70% között mozog, annak függvényében, hogy a megvalósítás helye az nem hátrányos, hátrányos vagy leghátrányosabb kistérséghez kapcsolódik, illetve hogy a pályázó az mikro, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ezen kívül pedig még vannak területi korlátozások, amit el akartam mondani, hogy a projektek csak és kizárólag gazdasági területen, vagy pedig barnamezős területen valósíthatóak meg. A pályázóknak segítséget nyújt az adott település település rendezési terve, ott megnézhetik, hogy megfelel-e a beruházás helyszíne a különböző követelményeknek. Nagy segítség a pályázatban, hogy előlegként igényelhető a támogatási összeg akár 50%-a is, de egyébként ez egy utófinanszírozott pályázat. Azok a mikrovállalkozások, amelyek nem városi rangú településen helyezkednek el, azok sajnos nem támogathatóak. Részletesebb információkat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján a www.nfu.hu weboldalon olvashatnak. Elsősorban a termelő és szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások számára ajánljuk, akár ugye a mikro, kis és középvállalkozások is pályázhatnak, tehát ez egy nagyon jó lehetőség, és azért is, mert hogy az, hogy utófinanszírozott a pályázat, de előlegként akár az 50% is megigényelhető a támogatási összegnek, tehát ez egy remek lehetőség. Több pályázat is tartalmaz úgynevezett de minimis forrás elemet. Mit kell tudnunk erről az úgynevezett kisösszegű támogatási forrásról? Erről kérdeztük a szakembert. Több pályázatban is ugye már észrevettük, hogy egy úgynevezett második elem is bekerül, az úgynevezett de minimis támogatások eleme. Mit kell tudnunk erről? Ezek annyit már hallottunk róla, hogy ezek kis összegű támogatást jelentenek. Hogyan kerülnek ezek a pályázatokba, és mit kell tudnunk a de minimis támogatásról? Valóban a pályázatok során vagy konkrétan ilyen típusú támogatásra szól ugye a pályázati kiírás, vagy ha nem, akkor az adott pályázatban nyilatkozni kell a pályázó szervezetnek a már eddig ilyen címen igénybe vett de minimis támogatásról.
A de minimis támogatás az szó szerint ugye csekély összegű támogatásnak felel meg. Ez egy európai jogharmonizáció keretében került bevezetésre a hazai joggyakorlatban. Ez a csekély összegű támogatás felső korlátos, 200 ezer euróban van meghatározva. Ez azt jelenti, hogy ilyen címen, tehát csekély összegű támogatás címen a vállalkozások három egymás követő pénzügyi évben maximum 200 ezer eurónak megfelelő támogatást vehetnek igénybe. A közúti áruszállítás körében pedig ez a határ 100 ezer euró. Megvan az is határozva egyébként, hogy ezek mire fordíthatók, ezek a csekély összegű támogatások? Tehát konkrét területek vannak, amire ez elkölthető? Nagyon lényeges elem, hogy tehát vagy jogszabály, vagy a támogatás kiírója határozza meg a feltételként, hogy ez a típusú támogatás, ez ennek minősül. Tehát ez egyértelmű behatárolást jelent. Hogyan kell érteni ezt a korlátot, és vajon az évek folyamán hogyan alakul ennek az aránya, vagy egyáltalán van-e ilyen aránykorlát ezekben az ügyekben? A három egymás követő pénzügyi évre szól ez a korlát. Egy rövid példát, hogyha szabad említeni. Egybeszámolva az ilyen címen, tehát a csekély összegű állami támogatások címén az eddig igénybe vett támogatás az adott vállalkozásnál például 150 ezer euró. Most soron következő pályázatában akkor a lehetősége az ilyen címen, tehát a de minimis támogatás címen igénybe vehető támogatása a 200 ezer eurós felső korlátot figyelembe véve, tehát maximum még 50 ezer euróra van igénybevételi lehetősége. Hogyan kell ezt jelezni mondjuk a vállalkozásoknak egy-egy évben, amikor jön az elszámolás? Fel kell ezt tüntetni valahol, hogy mondjuk a de minimis támogatásból mennyit vett igénybe az adott évben? Az egyéb beszámolási kötelezettségeiben ugye számot kell adni a ilyen címben igénybe vett támogatásokról, de egyébként konkrétan az adott pályázatkor erre nyilatkozati kötelezettsége van a pályázónak. Elsősorban költségvetési szervek pályázhatnak épületeik vagy ingatlanjaik energetikai korszerűsítésére egy pályázat keretében. Ez azért nagyon előnyös ez a pályázat egyébként, mert akár 100%-os támogatás is elérhető. A Keop 550 konstrukciónak van egy A változata, amelynek elsődleges célja a költségvetési szervek és intézményei, itt elsősorban közoktatási intézmények, kormányhivatali, önkormányzati, szóval költségvetési szervek fenntartása alá tartozó intézményeknek, valamint vállalkozások épületeinek energetikai korszerűsítésére lehet pályázatot benyújtani. Itt elsősorban külső hőszigetelés, nyílászáró csele, szóval minden olyan, ami az épület energetikai adottságait javítja, és csökkenti az energetikára fordított költségeiket. Milyen feltételek között lehet most pályázni? Mennyire hasonlít ez a korábbiakhoz, hiszen ezekről már mi beszámoltunk, nagyon sok ilyen pályázat volt, amikor hát ezekre lehetett igénybe venni bizonyos mértékű támogatást. Ezek a Keop konstrukciók alapelvüket tekintve nagyjából megegyezőek, hiszen mindegyikben gyakorlatilag ugyanazokra az elemekre lehet pályázni, mint említettük, hogy külső hőszigetelés, nyílászáró csere, hővisszanyerő szellőzőrendszer kiépítése, fűtés, használati melegvízrendszer. A különbség abban van, hogy kik indulhatnak el rajta, és mekkora a támogatási összeg, valamint abban, hogy tartalmaz-e a pályázati támogathatóság megújuló energiaforrást, illetve nem. Ez az A konstrukció, ez megújuló energiaforrás nélküli pályázat. Ebben és abban van még köztük úgymond megosztás, hogy mekkora a ráfordítható összeg. Erre akartam rákérdezni, hogy milyen mértékű támogatás vehető igénybe.
és mondjuk önerő az milyen mennyiségben kell, hogy a rendelkezésre álljon? Az önerő mértéke pályázó költségvetési besorolásától és típusától függően változik. Magára az egész 5-0 konstrukcióra 30 milliárd van. Erre az ára úgy oszlik meg ez a 12,5 milliárd, ami erre a konstrukcióra elkülönítésre került, hogy 5,5 milliárdot kapnak a költségvetési szervek. Ide az összes költségvetési szerv és költségvetési rendszerint gazdálkodó intézmény ide tartozik. Ezen kívül 2,5 milliárd van vállalkozásoknak, valamint 5 milliárd el van különítve a közvilágításnak a korszerűvé tételére, itt csak a közvilágítási lámpatestek cseréjére lehet gondolni. Újat, szóval területen új közvilágítást kialakítani nem lehet, csak a meglévőt lehet cserélni, és ott is csak a lámpatestet. Valamint indulhatnak egyházak is, akit az országgyűlés egyházként elfogadott, ők nekik egy külön konstrukcióban 3 milliárd van ugyanerre a támogatásra, de ők itt nem indulhatnak. Valamint még a non-profit szervezetek indulhatnak el, itt is megkülönböztetünk állami feladatot ellátó és önkormányzati feladatot ellátó non-profit szervet. Így oszlik meg köztük a támogatás intenzitása is, a minimum 10%, onnan indul a támogatás, és az állami feladatot ellátó non-profit szervezetek kapnak 100%-ot, azon kívül a költségvetési szervek és intézményeik, valamint a közoktatási intézmények, tehát az összes hivatali épület, az összes iskola, ők 85%-ot kapnak, szintén 85%-ot kapnak az önkormányzati feladatot ellátó non-profit szervezetek is, az összes több induló 60%-os támogatást kap. Viszont a minimális pályázat, minimális támogatási összeg, amit ebben az ában el kell érni, az 60 millió. A 60 millió alatti pályázatok csak ugyanennek az 5-5-0-nak a C-konstrukciójában indulhatnak, ebbe az ába csak a 60 milliónál nagyobbak. Határidőkről még nem beszéltünk, meddig adható be a pályázat, és mondjuk előzetes tapasztalatok vagy gyakorlat mit mutat, mennyire népszerűek, mennyire gyorsan telnek meg ezek a pályázati források? Ez egy olyan költség, amire főként az ilyen szervek, hogy költségvetés és a folyamatosan pénzhiányra küszködő iskoláknak, óvodáknak borzasztó kevés pénze van, és talán az ő állapotuk a legrosszabb, mert a jó menő vállalkozók általában maguknak ezt elvégzik, viszont egy költségvetési szervből gazdálkodó intézménynek nincs erre pénze. Ez az ákiírás ez december 12-én jelent meg, és a pályázati felhívás úgy szól, hogy a megjelenés követő 40. naptól lehet benyújtani. Általában ezek a keretek nagyon hamar kimerülnek. A költségvetési szerveknél szinte ugye mindenki erre egész évben, sőt éveken át készül, körülbelül pár nap alatt elfogy ez az összeg, és igényli is az a pályázat az előzetes felkészülést, ugyanis nagyon komoly energetikai tanúsítványokkal kell rendelkeznie annak, aki ebben pályázni akar, mind nyílászárók, mind pedig használati melegvíz fűtési rendszerhez külön energetikai számításokat kell végezni, és nem mindegy, hogy kivel. Meghatározott auditorok végezhetnek csak olyan tanúsítványt, amit ez a KEOP konstrukció elfogad, ezért ez előzetes felkészülést igényel, mert aki most kezd el ezen gondolkozni, az valószínű, hogy ki fog ebből már csúszni. Komplex technológiai fejlesztésre adhatnak be pályázatot elsősorban mikro, kis és közepes vállalkozások. A konstrukcióval egyébként akár 150 millió forintos támogatás is elérhető. Kormány szándékainak megfelelően az Európai Uniós költségvetési időszak utolsó évében 2013-ban nagyon sok olyan pályázat jelenik meg, ami elsősorban a gazdaságfejlesztést támogatja. 2012. december végén látott napvilágot egy általunk sem várt pályázati kiírás, amely a komplex technológiai fejlesztését segíti a mikro, kis és középvállalkozásoknak. Nézzük, melyek a pályázatnak a részletei. Az első és legfontosabb rész, hogy két fajta támogatási jogcím létezik, az egyik a regionális támogatási forrás, a másik pedig az úgynevezett de minimis támogatási forrás, utóbbiról előző műsorokban is hallhattak már kedves nézők. A regionális támogatási forrást illetően támogatható a vállalkozások eszközbeszerzése, támogatható az infrastruktúra beruházás, ingatlanfejlesztés,
támogatható az informatikai rendszerekhez kapcsolódó beruházás, tehát hardware, szoftver vásárlása, és támogatható a gyártáshoz kapcsolódó licensz know-how vásárlásait is. És egy picit megállnánk itt a regionális támogatási résznél, és áttekintenénk, hogy milyen konkurens pályázatok léteznek akár ebben a hónapban is, amely szintén telephelyfejlesztés segít. Csak röviden. Az első az a közkedvelt pályázat, amit a múlt évben nagyon sok mikrovállalkozás nyújtott be, ez a GOP211/M-es pályázat, amikor a mikrovállalkozások 45% támogatási intenzitás, 45% hitel és 10% saját erő mellett pályázhatnak különböző fejlesztésekre. Itt az a jellemző, hogy kezdő vállalkozások is indulhatnak a kombi mikróban. Míg a második, amivel szeretnénk összehasonlítani, az bizonyos régiókban, például az Észak-Alföldi régióban kiírt, és még 2013. januárjában is pályázható telephelyfejlesztési pályázat. Itt viszont van egy óriási megkötés, az ottani telephelyfejlesztés csak gazdasági és vagy ipari területen támogatható. Szemben, visszatérve a jelen pillanatban komplex technológiai fejlesztésre, ami már egy központi forrásból, mely egy GOPOCS forrásból, itt akár egy nem gazdasági vagy ipari területen meglévő beruházás is, illetve telephely fejlesztése is támogatható. Nézzük a másik részét a támogatásnak, ez az úgynevezett de minimis, csekély összegű támogatás, amelyről tudjuk, hogy az elmúlt három pénzügyében maximum 200 000 eurót lehet igénybe venni. Itt támogatható a piacra jutás, a humán erőforrás fejlesztés, az általános tanácsadás és a különböző irányítási rendszerek, példaként a minőség és környezetirányítási rendszerek kiépítésére vonatkozó tanácsadást írtam fel. Tehát jól láthatjuk, hogy szinte az egész vállalkozás életét meghatározó fejlesztések pályázhatók ebből a úgynevezett komplex technológiai fejlesztésből. Mennyi lehet a támogatás mértéke? Általában 40%, de annak azon cégek esetében, akik akkreditált innovációs klaszternek a részei, 50%-os támogatási intenzitással is működhet a pályázat. Ezt, ha összegre szeretnénk kimutatni, minimum 5 millió, maximum 150 millió forintos támogatást jelent. Összefoglalva, én azt hiszem, hogy ez a pályázat, amelynek még a határidejét ugye mondjuk el, február 28-áig lehet benyújtani, ez a pályázat, ez egy újdonságot jelentett 2012. december 15-én az egész piac számára. Nagyon fontos, hogy a kormány a regionális részről a telephelyfejlesztést átfordítja a gazdaságfejlesztési operatív programba. Itt is pályázható ez a dolog. Én azt hiszem, ismerve még a 2014-20-as Európai Uniós költségvetés bizonytalanságait, annak, aki fejlesztésbe szeretne fogni, ez egy Jolly Joker pályázat, és én azt hiszem érdemes február végéig benyújtani a kérelmet. Kedves nézők, az elmúlt percekben a Monitort, a Kölcsey Televízió pályázat figyelő műsorát látták. Ezzel az összeállítással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is minden jót, viszontlátásra! A műsor megvalósulását az Euro Advance Kft. Támogatta.